négyesen lakunk egy Borsod megyei kis faluba, jelenlegi párommal egy 16 éves halmozottan sérült Bacsa Andris nevű kisfiút nevelünk. Ő egy állatérleti vírus lett megfertőzve, tehát fertőződött meg a születésekor. Beszélni nem tud, megért mindent, szereti az ilyen autós filmeket, zenéket. Hát én vagyok az Andriska, 16 éves nagyfiú, ugye aki az ágyba vagyok. Gyere kisfiú, így nicsics. Na most a kisfiú az 24 órás szolgálatot igényel, amivel én ápolássággal vagyok, a párom jelenleg munkanélkül van, tehát itt a munkalehetőség is nagyon nehéz. Hát ebbe az ülőkorzatba szokott ülni, amit megcsináltattunk neki, ebbe szoktam etetni, és ebbe szoktunk játszani, úgyhogy bele van ülve, bele van kötve. Az államtól én ápolási díjat kapok, ami azt jelenti, hogy nettóban 34.500 forint havonta. Van a családi pótlékem, ami ugye Andrista emelt, az 23.300 forint, a kislánya 13.300. Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást biztosítja, ami 6.700 forint egy évre, és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás van. Ugye, amit ugye, egy évben kétszer biztosítanék, tehát ezeket a támogatásokat kapjuk. Körülbelül olyan 72 000 forint körül élünk négyen egy hónapban ebből a pénzből. Hát először is leülök minden hónapban, mielőtt megél hónap végén, mire érkezik a pénz, kiszámolom, hogy a gáz, a víz, a villany, a tévé, tehát a digit tévét, hogy kifizessem, mert a kisfiú ugye azért azon van el naponta, ugye időnként, ameddig én nem foglalkozom vele. Tehát a rezsik legyenek először, és ami marad, utána abból, hogy a liszt, a cukor, a tartós élmény, ezeket próbál megvenni. Tehát ruhát, cipők, az lehetetlen. Belecsücsülünk? Na gyere, üljünk bele, jó? Gyere, beülünk. Gyere. Hopp. Á, itt egy nagy fiú. Itt egy nagy fiú. Ó, csücs. Én több lakóotthont láttam, volt benne a része, mert én próbáltam évekkel ezelőtt. Hát én nem éreztem azt, hogy én biztonság alatt tudom a gyermekemet hagyni. Tehát nem érzik át, és nem látják, hogy a gyereknek mi a jó. Az Andris például lerombolja magát, tehát ő lebetegíti magát, hogyha ő azt érzi, hogy igen, kívülről foglalkoznak velem, de belülről van egy ilyen elutasítás, nem szeretem, a gyerek megérzi. Azt szeretnénk, hogy emeljék meg legalább minimál bérle az ápolási díjat, hogy több lehetőséget tudjunk a gyerekeink részére biztosítani. Én úgy érzem, hogy ha ez továbbra is így marad, még lehetetlenebb helyzetbe kerül a család. De nem csak az én családom, hanem nagyon sok család ebbe a helyzetbe fog kerülni. Nagyon sok mindent nem fognak tudni az emberek kifizetni. Így is nagyon sok nélkülözés van, így már a kenyeret én is itthon sütöm, tehát egyszerűen nem lehet megoldani.